Mintegy 200 diák érkezett az anyagellátó raktárbázisra, ahol az alakulat idén ismét megszervezte toborzó napját, a Budapest Helyőrség Dandár, a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság és a légijárműjavító üzem közreműködésével. A raktárbázison ezen a héten napközis tábort is tartanak az alakulatnál szolgálók gyermekei részére, ők is bekapcsolódtak a programokba. A fiatal látogatókat előbb Kovács Péter, a 16. kerület polgármestere, majd Dolányi Sándor ezredes, az anyagellátó raktárbázis parancsnoka üdvözölte. Mint az ezredes elmondta, a rendezvénnyel az a nem titkolt szándékuk, hogy a jelenlévő gyerekek sok jó élményt és benyomást szerezzenek, és a pályaválasztáshoz elérkezve elgondolkozzanak, hogy érdemes lenne katonának állni. Kezdésként egy látványos kutyás bemutatót tartott Vécsei Zoltán törzszászlós a raktárbázis két szolgálati kutyájával. Majd a gyerekek öt csoportban öt állomást látogattak végig. Az egyes helyszíneken például megtanulhatták az újraélesztést, felszállhattak egy PTS lánctalpas úszógépjárműre, és egy BTR-80 páncélozott szállítóharcjárműre, valamint beülhettek egy MiG-21-es repülőgép interaktív pilótafülkéjébe és katapultülésébe is. A programokat lézeres céllövészet is színesítette.